A szurkolók Gál Péter Pált, a klub elnökét, Fekti Istvánt, az Ifja Bocskai Gábor Akadémia sportigazgatóját, Széli Viktor general managert és Kóger Dánielt, az Ebel együttes csapatkapitányát fogadták. Szóba került az is, mit jelent a klub számára az új szponzor megjelenése. Minőségi üzemanyagból kaptunk egy szép dózist, de azért ettől még nincsen tele a tank. Mindenképpen ez arra jó, hogy most látjuk a hétvégét, belépett egy aranyfokozott támogató, és megnyertünk minden mérkőzést. Nyilván ez azért nem lesz így a jövőben, mint ahogy nyilvánvalóan egy aranyfokozottra támogató, az nem jelenti azt, hogy megduplázódna egy ilyen nagyságrendű klubnak a költségvetése, de az mindenképpen jelenti, hogy egy kicsit tudunk stabilizálni, egy kicsit tudunk tervezni, és ami a legfontosabb, és ez a tárgyalások alatt mindkét fél részéről igényként és lehetőségként felismerült, hogy ez egy hosszú távú együttműködésnek az első éve lehet. Az anyagi kondíciók javulása mellett a klub céljai változatlanok, továbbra is elsődleges cél, hogy a válogatott játékosok jégen legyenek, és az akadémián pallírozódó fiatalok is kapjanak lehetőséget, őket egészíti ki a légiósok. Azt lehet mondani szakmailag, hogy ez a 93-as, 94-es, 95-ös, 96-os korosztály, még a 7-est is ide sorolnám. Most abból gyakorlatilag nagyjából kijöttek azok a játékosok, akik a felnőtt hokiban tudnak már igazából pallírozódni. Most a következő lépcső és a következő éveknek az lesz a fő fejlesztési feladata, hogy a 98-as, 9-es, 2000-es, 2001-es korosztályban megtaláljuk azt a magot, illetve azokat a játékosokat, akik először a Titán színeiben, majd pedig az Ebel csapatban tudnak játszani. A szurkolói találkozó időzítése remekül sikerült, hiszen az Ebel csapat 3 meccses győzelmi szériával vonult a válogatott szünetre. 3-3 és fél sorra játszunk, kell a srácoknak most ez a szünet. Nagyon remélem, hogy adott egy olyan pluszt és önbizalmat, és olyan gátak szakadtak át, amitől itt mondjuk nem az lesz, hogy most kimegyünk majd Bécsbe rögtön az első Ebel bajnoki mérkőzésen és átharapjuk a torkukat, mert azért kevés csapatnak sikerült ez eddig a szezonban. Megtörtént már végre így a szurkolótábor és a csapat egymásra találása. Ehhez nagyon fontos lesz az, hogy tényleg jó eredményeket érjünk el, hiszen teljesen jogos igény a fehérvári közösség részéről, hogy győzni szeretnék látni a csapatukat. És szeretnék már látni a szeptember közepén megsérült csapatkapitányt is. Már nem kell sokat várni. Kóger Dániel akár már a Visegrád kupa elődöntőjének első mérkőzésén jégre léphet. Más napok választanak el attól, hogy újra játékra képes legyek. Már jó másfél-két hete jégen tudok edzeni. Amellett természetesen a konditeremben is erősítem a lábamat, hogy újra olyan formában legyen, hogy aztán azt jól tudjam használni. Szóval ha minden jól megy, akkor a jövő héten reméljük már kedden, de a hétvégi Ebel meccsen már biztosan ott leszek. A november 24-i Zágráb elleni hazai meccs előtt régi ismerősök térnek vissza a jégre egy 4 évtizedes jubileum kapcsán. 40 éve lesz novemberben, hogy az első bajnoki mérkőzés Fehérváron zajlott a Volán SC színeiben és neve alatt, ugye akkor november 16-án valóban készülünk rá, a Zágráb, Rendesság Zágráb elleni mérkőzésünket néztük ki, ami 24-én lesz. Ezelőtt a mérkőzés előtt szeretnénk egy rövid kis ceremóniával az akkori csapat még meghívható tagjaival közösen emlékezni erre a nagyon szép jubileumra. Készülünk egyedi megjelenéssel is, ennyit elárulhatok, és remélem, hogy utána majd a fiúk a pályán pedig egy bravúros győzelemmel fogják emlékezetessé tenni mindannyiunk számára ezt az évfordulót, ezt a jubileumot. A fehérváriaktól 7 játékos készül a magyar válogatottal a 4 nemzet tornájára, de Antonin Manavian is behívót kapott a francia nemzeti csapatba.